A kényszerhelyzetben címet viselte az a tudományos tanácskozás, amely a trianoni békediktátum körülményeit és következményeit tárta a hallgatóság elé ma délelőtti előadásaival az Emlékpontban. Marinovics Endre, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese egy hosszú távú együttműködés nyitányának nevezte a konferenciát, amelyben lehetőség nyílik egymás kutatási eredményeinek megismerésére, vagy akár publikálására is. A mi intézetünk, a Veritas Történetkutató Intézet mindössze csak egy bő évvel ezelőtt alakult. Célul tűzte ki, hogy valóban új területeket célozzon meg. Mindazok a kollégák, akik megszólalnak a mai nap folyamán, azok a saját témájukban már ebben az elmúlt évben tudtak újat felmutatni. Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország szomszédság politikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa Trianon napjaink magyar szomszédság politikájára gyakorolt hatásáról beszélt az egybegyűlteknek. A mai szomszédság politikára nyilvánvaló, hogy rányomja a bélyegét, mint ahogy Trianon óta mindig. Az a tény, hogy a magyar népnek egyharmada, körülbelül egyharmada a határainkon kívül lakik a Kárpát-medencében. Nyilvánvaló, hogy a szomszédainknak a viszonyulása, kezelése a kisebbségnek, a magyar kisebbségnek, az rányomja a bélyegét a magyar szomszédság politikára. Persze ennek vannak különböző válfajai, változatai, és hát ez országról országra különbözik. A miniszteri biztos 2014-ben még tagja volt az Európa Tanácsnak, amelyhez Kalmár jelentés néven nyújtotta be azt a dokumentumot, amely rámutatott, hogy nem foglalkoznak a kisebbségek problémáival. Kalmár szerint a demokratizálódási folyamatban döntőek a nemzeti kisebbségeknek biztosított jogok. Ugyanilyen hangsúlyt kell kapnia az autonómia kérdésének is. Ha egy kisebbség területi vagy kulturális autonómiát akar magának, akkor annak az államnak, amelynek a területén élnek, illik egy párbeszédet kezdenie erről, tette hozzá a miniszteri biztos. Éppen ezért a Nemzeti Összetartozás napján különösen aktuális kérdés Székelyföld autonómiája, amelyel a Kisebbségi Vegyes Bizottság is foglalkozik, és amelyet a magyar szomszédság politikával is támogatnak.